Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. Egy negyedik generációs Mercedes A200-ban ülök, ami külsőleg is nagyon sok változáson ment keresztül az elmúlt években, vagy akár már inkább úgy mondom, hogy két évtizedben. Ám belül történt igazán nagy előrelépés, hiszen az MBUX vagy MBUX névre hallgató fedélzeti rendszer a két dupla képernyővel olyan újításokat vezet be, amelyek nemhogy egyedülállóak a piacon, hanem tényleg a technológia iránt érdeklődőknek igazi csemege. A legmagasabb felszereltség esetén két darab 10,25 hüvelykes kijelzőt tárul elénk műszeretség, illetve fedélzeti rendszer kezelésére. Egészen fantasztikus a kijelzőknek a minősége, a betekintési szögek, a színek mind-mind rendkívüli jelzőkkel illethetőek kizárólag. A vezérlés vagy érintéssel történik, tehát új mozdulatokkal tudunk jobbra, balra császkálni a menüben, vagy van még egy ilyen kis tapipadunk, ami előtt egy csuklótámasz is megtalálható, tehát így kényelmesen lehet kezelni, van rajta egy visszalépés, egy ilyen zeneszámváltó, valamint egy kezdőképernyőre ugrás gomb. Ha jobbról balra vagy balról jobbra megyünk, akkor közben bármilyen menüpontot választunk, a haptikus visszajelzésnek köszönhetően egy picit visszarúg a tapipad, így is érezhető, hogyha véletlen menüpontot váltottunk. Az első, a telefon, a Galaxy Note 9 készülékemet csatlakoztattam Bluetooth-on keresztül a fedélzeti rendszerhez. Itt elérjük az üzeneteket, amire tudunk is válaszolni, hogyha szeretnénk, diktálással, illetve akár billentyűzettel is. A diktálás sajnos magyar nyelven még nem elérhető, de ellenben pillanat alatt be tudjuk ütni azt az SMS-t, amit mi válaszva el szeretném küldeni. Ezen kívül van nyilván a telefon is, ott a kapcsolatokat, valamint a hívás listát kapjuk meg rögtön, valamint kedvenceket is adhatunk hozzá, minden menüpont pillanatok alatt megnyílik, másodpercek alatt lehet könnyedén görgetni, vagy akár keresni is a kontaktok között, de a beállításokat is elérjük, ahol már láthatjuk is, hogy a névformátumát, a kapcsolatok importálását és a készülék beállításokat elérhetjük, hogyha szeretnénk. Visszalépve már is át tudunk ugrani a navigáció menüpontba, ami szintén egy nagyon szépen kidolgozott felületet kapott, és tudja kezelni a forgalmi információkat méghozzá internet segítségével, tehát itt láthatjuk, hogy mely utcákban nagyjából milyen forgalomra lehet számítani. A hová kis rubrikába belekattintva már is beüthetjük az úti célunkat, mondjuk most menjünk az előre betáplált Attila utcába, Dunakeszire, nem tudom, hogy mi van ott, de legyen így. Látszik, hogy az érkezés mikorra várható, hány kilométert fogunk megtenni, és mégis milyen címre megyünk. A navigáció indításával már is elindulhatunk, és ami a pláne ebben, hogy a kiterjesztett valóságot használva az Augmented Reality az utcára vetítve mutatja, hogy milyen irányba kell kanyarodnunk, merre kell mennünk, és közben még az utcanevet is kijelzi, nagyon látványos, nagyon jól működik, és nagyon sokat segít a mindennapokban, főleg annak, aki nem ismeri azt a környezetet, ahova éppen menne. Láthatjuk, így műholdkép szerint is természetesen, hogy milyen útvonalak várnak még ránk, és itt van, hogy a forgalom, a parkolom, az Augmented Reality, ezeket mind ki lehet kapcsolni, de az elkerülés beállításait, az útvonal beállításokat, az automatikus nagyítást, tehát egy csomó dolgot szemére tudunk szabni, hogyha szeretnénk. Újfent visszalépünk egyet, és nem meglepő módon a rádió menüpont következik, ami három csatornát is támogat. Egyrésztről van a klasszikus FM, illetve AM. Az RDS-nek köszönhetően ki tudja jelezni az információkat, különféle zeneszámokat. AM sáv is van, és ami érdekesség, hogy TuneIn Radio is, ugye ez egy internetes rádió szolgáltatás, tehát hogyha valaki megunta a slágereket, amik mennek a rádió egyen, a Klassz FM-en vagy bármelyiken most éppen, akkor bármikor tud váltani online csatornára is. A komfort, illetve hangulatvilágítás egy nagyon izgalmas menüpont, hiszen itt a műszeretséget, a műszerfalat, körülvevő színeket tudjuk változtatni, üdvözlő fényeket, illetve klímát is kibekapcsolni, hogyha szeretnénk. A különféle árnyalatokat akár mi magunk is megadhatjuk, tényleg szinte az összes szín elérhető, ami a mindennapokban vagy egy emberi szem számára kényelmes lehet. Több színű fényerő területei hol világítson, be lehet kapcsolni tényleg szinte a pirostól kezdve a zöldön át, a dzsungel zöldön át, mert így nevezi a Mercedes, egészen az óceán kékig mindent, hogyha szeretnénk, így igazán otthon érezhetjük magunkat az autóban, tényleg nagyon kellemessé tehető. A jármű információnál
láthatjuk a jármű, a motor, a fogyasztást, valamint a kezelési útmutatót is, hogyha szeretnénk. Ugye ez a gáz és a féknek a működését mutatja, hát hogyha rálépek a gázra, akkor azonnal jelzi is, hogy 8%-on van most éppen, tehát nyilván nem fogom álló helyzetben nyomni a gáz, mint egy hülye gyerek. A motornál már a fogyasztást is megtekinthetjük, illetve hogy milyen nyomatékkal autózunk, mennyit használunk. Ez egyébként marha jó dolgok, én szerintem. Ugyanúgy láthatjuk a hőfok visszajelzőt, az olajhőmérsékletet, a töltőnyomást, a forgónyomatékot, a motor teljesítményt, az akkumulátor feszültséget is. Tehát lényegében a legfontosabb információkat monitorozhatjuk. A Mercedes-Benz A-osztálynak a fogyasztása nagyjából ilyen 8-10 liter között szokott alakulni, országúton pedig 8 alá is beesik bőséggel. Most láthatjuk, hogy az elmúlt 30 percben, amióta én itt állok és járatom a motort, hogy meleg legyen az utastérben, nyilván ilyenkor sokkal magasabb a fogyasztás, de válthatjuk azt is, hogy mondjuk ne 90 percet lássunk, hanem 3 órát, nyilván az az éjszakában megy, tehát így nem fogjuk meglelni, hogy mégis hol, mennyit, miért, mikor mentünk. A beállításokban vannak a különféle gyors hozzáférések a rendszerhez, a parkoló segítséghez, az aktív sávtartó asszisztenshez, de hát fölül vannak az izgalmas dolgok, hiszen itt vannak az asszisztens szolgáltatások mindegyike szinte, sebességkorlátozó táblafelismerés, kamera és parkolás, aktív fékasszisztens, éberségfigyelő rendszer, aktív sávtartó asszisztens, szóval minden, ami szemszájnak ingere, és akkor még a járműnél is a Dynamics Electet ki tudjuk választani, hogy éppen milyen módban legyen az autó, ugye ezt egy külön gomb segítségével is tudjuk vezérelni, hogyha szeretnénk. A világításhoz visszanézve, ugye megint csak hangulatvilágítást, környezetvilágítást, akár külső utánvilágítást is be tudunk kapcsolni, úgynevezett ilyen hazasegítő fény, tehát amikor kiszállunk az autóban, egy kicsit még a lámpák működnek, éppen azért, hogy oda találjunk az udvarba, vagy esetleg a lépcsőházhoz, de a belső utánvilágítást is ki lehet kapcsolni, de olyan személyre szabatossági lehetőségeink vannak, hogy az elképesztő. A műszeregységnek a kinézetét is lehet konfigurálni, sportos legyen, hogyha szeretnénk, vagy ezen kívül klasszikus, a hangulatvilágítás az miként alakuljon ehhez, a kijelző fényereje, kijelző kikapcsolása, nappali éjszakai megjelenítés, hát tényleg őrület, hogy mennyi minden van. A kezelő elemeknél pedig a tapipadot lehet konfigurálni, hogy mennyire legyen érzékeny, hogy működjön, touch control érzékenysége. Egyszerűen szuperlatívosokban lehet beszélni, hogy mennyi minden van itt a Mercedesnek a fedezeti rendszerében. A média vagy Bluetooth lehetőség bármikor azonnal el tudjuk indítani olyan zeneszolgáltatást, hogyha szeretnénk. Ami viszont a pláne az egész rendszerben, az nem más, mint a hangasszisztens, a hangvezérlés, ami rengeteg mindent tud irányítani, vagy legalábbis mit tudunk irányítani, hogyha szeretnénk. Egy egyszerű köszönéssel kell indítani. Hi, Mercedes! How can I help you? Please turn on seat heating on the left-hand side. Seat heating on the left side is switched on. Ugye most bekapcsoltuk a baloldali ülés fűtést, de akár a színeket is konfigurálni tudjuk. Hi, Mercedes. How can I help you? Please switch ambient light to green. Okay, I'm changing the color. És már is piros helyett zöldben világít a beltér. Elképesztő, ezen kívül el lehet húzni a rolót, be lehet kapcsolni a klimatizálást, de még egy csomó más dolgot aktiválni lehet, itt látható a lista a képernyőn, hogy mégis mikre képes ez a hangasszisztens offline internet szolgáltatás nélkül, egyelőre még csak a legfontosabb nyelveken, tehát angol, német, francia elérhető, ám magyarul még nem tud. Már itt sem rövid a lista, amit elérünk ebben az autóban, és amilyen kényelmi szolgáltatásokkal találkozhatunk a Mercedes-Benz legújabb A200-as modelljében, ám van még a műszeregység is, ami szintén akár egy 7, akár egy 10,25 hüvelykes kijelző is lehet, és itt is nyugodtan lehet konfigurálni a dolgokat. Egyrésztről van egy ilyen kis touchpad-szerű, pici érintés érzékeny kis gombunk, amivel rögtön módosítani lehet a műszeregység bal kijelzőjének a képét, lehet ide rakni órát, akkor vezetési adatokat, sebességinformációkat, utazási adatokat, de hogyha szeretnénk, akkor a médiafájlokat is elérjük ilyen viszonylag nagyobb körben. Ezen kívül a Home gombot megnyomva vannak itt a fő menüpontok. Egyrésztről asszisztens szolgáltatások, itt is rögtön láthatjuk, hogy körülbelül miket vettünk igénybe, nagyjából hogy közlekedünk, de emellett rögtön ott van a telefon, vissza tudjuk hívni a korábban hívott
feleket pillanatok alatt sokkal kényelmesebb, mint hogy a központi kijelzőre kellene a szemünket vetnünk. Navigáció menüpont, itt nem csak az a fontos, hogy láthatjuk, hogy merre megyünk ilyen kis térkép szerint, hanem az is, hogyha szeretnénk, akkor az egész képernyőt egy térképpé varázsolhatjuk, ami nagyon látványos, és egészen szépek a különféle grafikai elemek itt is. Az utazásnál a különféle utazási adatokat láthatjuk, mennyit tettünk meg, hány kilométert, milyen fogyasztással, mennyi várt ránk, hogy nyomtuk a gázpedált, fékpedált, tehát egy csomó dolog, hogyha szeretnénk. A rádiónál elérjük az AM/FM sávokat, pillanatok alatt tudunk váltani, hogyha szeretnénk a csatornák között, ehhez egyébként a központi rendszert is érdemes használni némileg. És ezen kívül pedig van még két fontos menüpont, az adathordozók, itt láthatjuk a hozzákapcsolt, tehát a fedezeti rendszerhez kapcsolt telefonunknak a zeneszámait, a zenelistáit, valamint ezen kívül még itt van a stílus és megjelenítés, ahol sportos, de akár klasszikus verziót is választhatunk ebből a központi műszeregységből, ki melyiket szeretné, talán a sportosabb, egy kicsit jobban illik ehhez a piros színű Mercedes-Benz A200-hoz. Ez volt tehát a Mercedes-Benznek a fedélzeti rendszere. Remélem tetszett a videó, hogyha továbbra is szeretnétek ilyen fedélzeti rendszerrel kapcsolatos videókat nézni, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ha pedig normál autótesztekre vágytok, akkor a linkben megtalálható Autorum csatornára legyetek kedvesek feliratkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok, sziasztok!